Na halihó, szevasz drága, szevasz, tök jó. Nem állom, tessék? Megijesztettél. Hogy, Pityu megijesztett, nem? Nem, amikor ugatott egy gyó, akkor, na, az nem én voltam. Nem. Amikor mondtad, hogy kinyújtunk az alatt, meg mondtad, hogy hello, akkor meg el is voltam, hogy az ágyra huppantam. Indultunk Bicajjal, program része, hogy egy borkostolót végig csinálunk valahol Báden mellett, egy borászatban, úgyhogy most ugye lemaradtunk a csoporttól, de igyekszünk utánuk, és reméljük, hogy még legalább egy fröccsöt kapunk. Apukám előre rohant, 75 évesen végül is, tök menő, nem tudom hol van. Ő már odaért valahova, félreállt a Bicóval. Itt mindenhol szőlőd. Gumpolckirchen. Fordulj balra. Jaj, de zötyög. Jössz? Jössz. Hello. Érkezés a célponthoz. Feel coming. Ők azt mondták, hogy jó volt az útjuk, csak a végén volt egy nagy emelkedő. Na most azt az emelkedőt mi egész végig, ezzel a fölle-fölle útvonallal végül is megtettük, mert mi itt voltunk fönn. És innen mi már csak lefelé mentünk hazafelé. Na elindultunk visszafelé. Megvagy? Mi vagyunk Pupek és Papender. Szóval megtaláltuk a csoportunkat, az a lényeg. Most ők fogják tudni valószínűleg az utat visszafelé, nem az autóta jövünk. Ez egy nagyon jó kis borászat volt, holnap vissza fogunk ide jönni. Nem azt a sört, amit most előttem, hogy legyiszunk. Ami ehhez képest, hogy körülbelül kétszer ilyen úton ment, az autó úton mentünk. Igazi kardió. Hát az volt, igen, most egy gyakorlat volt. Na jól elmünk a biciklit. Nagyon hősök vagyunk, mert újra neki indultunk. Igen. Egy ilyen biciklis fárasztó nap után, egy rövid kis pihenő, és aztán utána... De holnap is bringázunk, nem? Holnap nem bringázunk. Viszont most megyünk kaszilozni. Az nagyon egész jó lesz, igen. Kipippantottuk magunkat. Érdekes módon a boroskák kóstolása, annak semmilyen következménye nincs, semmilyen kellemetlen következménye nincs. Nincs egyelőre, mert szerintem még itt is fogunk. Én nem tudom, lehet, hogy mindenki fog meg bennünket nézni. Hogyan állsz a kaszinózáson? Na hát a kaszinózással kapcsolatban... Papender. Már bocsánat, Pupek. Tetszett a kaszinó. És miután nekem a kaszinókból csak filmbéli élményeim vannak... Race! 12 million. Egy kicsit másnak is képzeltem el. Ez egy kicsit egyszerűbb, mint egy amerikai kaszinó, mint egy ilyen amerikai kaszinós krimi. Tehát, mint ami nem sétáltak csőre töltött fegyverrel az emberek, hanem nem az lett a jelenet. Az asztalokat felborogatták. Nem, csak úgy ültek, nem volt semmi verekedés. Nem jöttek a biztonságérek. Tehát nekem ez egy kicsit egyszerű volt, és kellemes, egy kellemes emlék, de nem kaptam kedvet arra, hogy vissza menjek. Vacsorázni fogunk a kaszinóban, és adnak 30 eurót. 30 rupot adnak fejenként.
amit eltapsolhatunk. Amit egy perc alatt eltapsolunk is a dolog, és mehetünk haza. És mehetünk. Huszat úgy veszítettünk el, hogy közben... Egy másodperc alatt, tényleg tudjon sem. Oda raktuk. De még ránk sem néztek? Tehát nem, azóta egyáltalán. Sajnálták, hogy nem, jaj, kedves Nánási urak, nagyon köszönöm. Semmi, nem izgult, csak nem. Ilyen farca, jó? Ez a pénz, az ennyi, most kész. Elrakta is annyi. Megpróbáltunk mindent, lehet a legjobbat. A lehető legjobb téteket tettük, de mindent buktuk. Igen, szerintem az eredmény nulla. Észre se vettük, már is buktuk. Köszönjük, ez egy nagyon nagy élmény volt. Egyébként azt el kell mondjuk, ahogy volt. Azt el kell mondjuk az a vacsora, amit itt ettünk. Tehát, hogyha valaki az... erre járt, és akar egy brutálisan jót tenni, akkor ide kell jönni. Igen, de utána elveszett az összes pénzét, mindenki. Ami maradt még a vacsora után a zsebébe, azt elveszett. Beszélsz. Még a szemem is meg, lehet, hogy a szememre kéne kenni egy kis joghurtot, vagy valami. Brutál film. Megbecsülendő kezdeményezés volt, vagy én nem tudom. Ez, amiről tegnap beszéltünk, hogy ki tudja, hogy ugyanek mi a használ. Hát nem lehet a turisztikai hivatalnak, hogy most ez a feladata, hogy turistákat csalogassanak, most hát nyilván ez egy jó módszer arra. Mert mi jól érezzük magunkat, el fogjuk mesélni egy csomó mindenkinek. Igen. És jönnek mások is, ez kész. Ennyi a dolog. Igen, hát csak kétségtelen a kiállítás kedvéért ide érdemes eljönni. Pupek és Papender kalandozásai most már nem sokára véget érnek. Még megpróbáljuk meginterjúvolni a srácot, hogy mondja jó el, lenne. Hogy hol vagyunk. Annyit biztosan tudunk, hogy ez Ausztria egyik legöregebb borászata. Azt mondták tegnap, hogy a legöregebb. A legöregebb? Sőt, már önöket is mondott, hogy Európa legöregebb, és akkor azt már nem akartam elhinni. Hát ezt az orvosok is mondják, hogy a bor az oké, kis mennyiségben. Igen. Nagy mennyiség viszont valami finom. Viszont meg is semmi jó. Futatják az öregedést okát, és már ott tartanak, hogy lassan tudni is fogják. Akkor ez azért is fontos, mert akkor meg tudják fékezni. Így van. Tehát ez azt jelenti, lehet, hogy ti már ebbe beleestek. Nem öregedünk meg. Igen. 10 év múlva. Havonta az orvosi tudás megkétszereződik. Aha. Ami hát nem egy kis dolog. Én nem tudom, hogy akarnék-e örökké élni. Hát erről... Nem ittünk eleget ahhoz, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Nem, igen. Vagy látni, hogy az unokáim fölnőnek. Na. Igen. Na, ugye látod, hogy csak van oka annak, hogy mi lenne akkor, hogyha tovább élhetne az ember. Az az érdekes, hogyha az ember tovább élhetne, és együtt az természetesen is válna. Akkor újabb akkor és újabb, ki, újabb és újabb vágyak lennének, ami... Hát, Papender, azért milyen szántó gondolatok? Milyen szántó filozófiai kérdések, és most nekünk... Összesen annyi dolgunk van, hogy ezt a sonkát megegyük, és ezt nekünk megyünk némi bort, hogy otthon ezt jól megbeszéljük, igen. Igen. De este hétre fogunk hazaérni. Akkor még mindig világos van. Hát nem félek a sötéttől, csak a gyerekeimet akarom látni. Micuska fél a sötéttől, sokszor, nem mindig. Nem mindig, például a barlangba hogy mentek? Na ezen, épp ezt akarom mondani, hogy úgy mentek a barlangba. Jó napot kívánok, Kovács Pál a nevem. Tegnap megtanultuk, hogy az egy nagyon öreg borászat. Igen. Hogy a legöregebb, az igaz? A második legöregebb. De Ausztriában? Igen. 30 hektár szőlőterületünk van, ebből a 30 hektárból 20 hektár itt található a környéken.
Nagyon köszönöm nekem, ez ennyi. Én vagy, köszönöm, nem tudom, akarsz még mondani. Nem vagyok, megmondom őszintén, hogy a minden, ami németül, ugye az emberben benne van, és magyarul, amikor tényleg magyarok jönnek, és akkor te most mondjál már erről egy pár szót. A feleségemben minden nap magyarul beszélek, de amikor a munkámat kell magyarul elővennem, össze kell a feleség, tehát ti együtt jöttetek ki? De nem, mi Svájcba ismerkedtünk meg. De ő is itt dolgozik, vagy nem? Nem, ő kozmetikus, masszív ja. Kozmetikus. Ó, hát akkor hazamész. Jó dolgok. Hála Isten, én köszönöm. Érdekes az. Egy ilyen rendes magyar fiatalnak a sorsa manapság. Igen. Nem? Fogja magát otthon, megtanul valamit, és aztán elmegy Svájcba, ide-oda, amoda. Hajózik, micsoda, azt a mindig. Igen. Ez nem egy csúnya autó. Nem. Ez se csúnya autó. Nagyon csinos vagy. Ezt a sztájt, ezt most ezzel bevezettük. Ő magáért beszél. Ez a Pupek. Így néz ki a Pupek. Egy igazi Pupek, így hasi. Igen. Akkor köszönjük szépen. Kezi csókolom. De nazi? Yes, that's me. And me. Na, Halihó! Szevasz, drága! Szevasz, Pityu! Nem állom, tessék! Megijesztettél! Hogy? Pityu megijesztett, nem? Nem! Amikor ugatott egy nap... Akkor, na, az nem én voltam! Nem! Amikor mondtad, hogy kinyújtózod alatt, meg mondtad, hogy hello, akkor meg ugatott, és voltam, hogy az ágyra huppantam! Jó, szerint. Emlékszel, amit mondtam a telefonba? Mire? És megmutassam? Szia, Vencel! Adhatok egy puszit? Nagyon bele vagy velem, hogy feledkezve. Apa, is nagyon sokat gyűjtöttünk el. Jaj, de jó nekem Pityukája. Azt találta ki anya, hogy egy Barbie baba úszhat a pont. Ez lesz életem első olyan utazása, ahova nem viszek magammal a fényképezőgépet. Időben vagy? Tudom, egy 5 órás késésben vagyunk csak. Ja, egy 5 órás késés. De most hát tényleg elég. Na most beírom, hogy? Savona, azt írva, hogy Savona. Köszönöm fogadásokat, hogy hány kilométer múlva fogja átadni Nánási Pál a Bolán. Fizetni kell azért, hogy itt az autópályán mehessünk az autóval. Ez a kamink. Én akarok a színen, hogy nem akarok. Jaj, ne ijeszkes, mi volt ez? Nem hagyjátok abba, komolyan mondom, nem szálltok föl erre a hajóra, légy szíves! Anya, ideges! A gyerekek jókedvűek? Micsi! Micsi! Apának meg minden mindegy. Ezt fogjuk hallani, ha süllyed a hajó, de nem fog! We'll be right back.
tudok. Én vagyok Mici. Előre kell futnom, hogy nagyon jól legyen kép. Itt az apuci, a Benci, a testvérem, imádom őt. Itt a gyors. És akkor itt az anyukám. Akkor rúgjunk egyet. Szerettél volna te is így felöltözni? Nézzük körbe! Nézzük körbe! 8 évvel később is ugyanolyan boldogan tértünk ide-vissza. Ráadásul meleg. Mennyi buli van? Hajó, mindig buli van, anya. Volt nagyon gondolási lány, majdnem lekapjék minket. Most indultok valóban? Apa egy inget hozott magának a fürdőn a drágja helyet. Tetszik ez rajtam, Micu? Persze, szerintem maradhat szemben. Elárulok egy titkot, útközben ittem egy biszkit. Soha életükben nem voltak ilyen rosszak a gyerekei. Aludni! Ez egy nagy buli volt. Ez, így 10 óra felé most már illik ágyba menni. Ez a négyünk titka maradt, hogy hány óra van. Akkor ezt most nem mondjuk el, hogy hány óra van. De nem mondd el tényleg. Nem mondjuk el.